Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 29-e. Egy misztikus éjszaka. Én úgy nevezem, ez a jó szellemek éjszakája. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Mégpedig ez a nap, ahogy te átéled, ez elkísér téged jövő évre, és hasonló dolgok történnek május hónapban. A szertartás azt jelenti, hogy szerencséd legyen májusban, hogy egy kívánság megvalósuljon, és a téma az, amiről beszámolok most ezen a felvételen. Az energiai egyensúly a szertartáshoz 4000 forint. Itt a következő témákról van szó. Ez a szertartás óv téged attól, hogy valamit vagy valakit elveszíts, ami fontos számodra. Amit ez a nap és ez az energia vagy ez a szertartás még jelent, ez a bőség, a nyeremények, egy jó anyagi helyzet, egy biztos munkahely, biztonság, a párkapcsolatot illetően azt is jelentheti, hogy meg tudj tartani olyan dolgokat, ami fontos és értékes számodra, és elenged mindazt, amit nem kedvelsz, ami nem olyan fontos, ami inkább úgy zavar téged. Ezek lehetnek gondolatok, vagy félelmek, de lehetnek olyan kapcsolatok is, ahol úgy érzed, hogy mások kihasználnak téged, mert rabolják az erődet, az energiádat, vagy anyagiakról is szó lehet. Amit ez a szertartás még jelent, hogy élvezd az életet, hogy legyen meg az önbizalmad, és hogy mind az, ami számodra fontos, értékes, mindazt megkapd az élettől, hiszen te ezt megérdemled, te értékes vagy ehhez. Jelenti a belső értékeket és az önbizalmat. Amit még jelenthet ez a nap, illetve ez a szertartás, hogy elbúcsózz egy érzelemtől, ami eddig hátráltatott téged, és itt a féltékenységről van szó. Jelentheti azt is, hogy más valaki féltékeny rád, és szeretnél eltávozni ebből a kapcsolatból. Ami az egészségügyi témákat illeti, itt a torokról van szó, a fül megbetegedésről, vagy az orrfájásról például. Tehát a szertartásnak van gyógyító ereje is. Ezen a misztikus éjszakán kívánhatsz valamit, mégpedig azokat a témákat, amit felsoroltam. Nyeremény, jó anyagi helyzet, egy biztos munkahely, az önbizalom, egy stabil párkapcsolat, az életöröm és a gyógyító erő. Most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ehhez kiválasztottam ezt a jóslást, amit úgy hívok, hogy az út a gazdagsághoz. Ez a gazdagság lehet nyeremény, és akkor anyagiakról van szó, de én itt mindig a belső értékekre is gondolok, hogy mind azt megkapd az élettől, ami fontos és értékes számodra. Ez egy általános jóslás, de megvan a lehetőség arra, hogy kérd ezt a jóslást, akkor személyes. A díjam az 4000 forint, asztrológiával kiegészítve 10000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Érdekes,
hogy mindkét képen a négyes szám jelenik meg, és az szimbolizálja a biztonság érzetét. De másképp hatnak. Itt látható, hogy szeretnél valamit megtartani, sőt, az is lehet, hogy erővel akarod megtartani, mert úgy gondolod, itt jártas vagy, itt kiismered magadat, nincs veszély, nincsenek változások, ez egy tuti dolog. De nem tesz jót neked, hiszen nem tudsz lépni, nem vagy szabad. Kellenek a változások, és hogyan, milyen irányba, az itt látható ezen a képen. Légy először visszahúzódó. Találd meg a belső nyugalmadat, vagy pihent ki magad. Most nem kellenek nagy tervek. Ami viszont fontos lenne, hogy meditálj valami felett. Azért egy elképzelés jót tenne. Az itt látható, ez a kép mutatja azt, hogy mit szeretnél elérni. Tehát itt lesznek gondolatok, fantázia, és az a fontos, hogy higgy abban, hogy ez az álom, ez az elképzelés megvalósulhat. De van a környezetedben egy probléma. Erre felhívnám a figyelmedet. Itt vannak külső befolyások. Te jól végzed a dolgodat, nagyon szorgalmas vagy. Mindenki meg van elégedve veled. Úgy figyelgetnek téged, lehet, hogy bámulnak, vagy irigyek rád. Minden esetre tudják azt, hogy nagyon jól végzed a munkádat, vagy jól alakulnak a dolgaid a környezetedben. De nem mondják ki, nem dicsérnek téged. Inkább úgy tesznek, minthogyha botladoznál, minthogyha egy diák lennél. És ez bizonytalanít téged, mert te úgy gondolod, hogy nekik igazuk van. De nincs igazuk, hanem bízz saját magadban. Tudd azt, hogy mindaz, amit teszel, az jó. Szorgalmas vagy, tehetséges vagy, ügyes vagy, mindent jól csinálsz. Hogy másoknak mi a véleménye, az mindegy. Itt ezen a képen látható, hogy te hozol most döntéseket. Mi a hozzáállásod? Vagy lefele tekintesz a mélybe, szomorú vagy, sebzettnek érzed magadat, mert mások megbántanak, nem kapod meg az elismerést, azt itt láttuk, akkor itt kialakulnak bizonytalanságok a részedről, és nem mennek előre az események, mert az blokkol téged, hanem figyelj oda, ami a háttérben látható, hiszen ott vannak az arany érmék, bekeretezve ebbe a gyönyörű képbe, ami itt is látható, és akkor meg lesz az önbizalmad, más lesz a tartásod, és ez ahhoz vezet, hogy itt összeomlik valami, mégpedig az, amire nincs szükséged, és akkor elfoglalod a helyedet az életben, mint egy királynő. A férfiak persze másképp kell, hogy gondolkodjanak, mint egy király. És itt akkor uralkodni tudsz az arany érmék felett. Lesz nyeremény, egy biztos munkahely, meg lesz az önbizalom, és egy tartós párkapcsolat, hiszen megvan a hited ebben, megvan ez az elképzelés, és nem hagyod azt, hogy mások beleavatkozzanak a dolgaidba. És akkor így tudsz uralkodni a helyzeten. Itt a fő papnő elmondja neked azt, hogy legyen meg a bizalom, minden úgy lesz, ahogy a sorskönyvében ez meg van írva. A fő papnő azt is jelentheti, hogy te nagyon-nagyon tehetséges vagy egy spirituális területen. Vedd birtokodba ezt a területet, és ezáltal pénzhez jutsz. És ez volt a felvétel.
Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!